Nézd meg, Lajos, ne hagyd magad, Lajos, ne hagyd magad, verd meg szegényt. Azt fél... Átalakulás történt, eljött nekünk Hulk. Sziasztok srácok! Én viccelek vagyok és hatalmas a kocsikkal, köszöntök mindenkit a mai videóban. Még a múltkor egy-két hete volt egy ilyen videóm, ahol különböző instant megbánásos klippeket láttunk, és hát konkrétan egy Jason Derulo is benne volt, aki letölte a fogát egy megpörgetett kukoricának a segítségével. Úgyhogy krat még egyszer. Na de, ezt a videót nagyon-nagyon sokan imádtátok, tök jó visszajelzések jöttek, és hát arra gondoltam, hogy figyelj, én megígért 5000 like után folytatás, most még 4900-nál, valószínűleg mire a mai videó felkerül, addigra a múltkori rész már elért az 5000-et, úgyhogy álltam megint a szavamat. És persze a szabály megint életben van, 5000 like után folytatás, és hozni fogok egy harmadik részt majd, úgyhogy csak egy like-ot, hogy érdekel egy harmadik rész is, és hogy élvezed ezeket a fajta videókat. Remélem készen álltok, lássuk is akkor, hogy milyen hatalmas nagy zsenikkel lesz dolgunk a mai videóban. Battleflip egy ilyen kis... Ó, és gyorsan egyébként rávitt a laptopra is a biztonság kedvéért. Igen, hogy valaki nem látta volna az előző részt, akkor ilyen hirtelen megbánásokkal foglalkozunk ma. Mit szagolhatott az a macska? Majdnem beokádott. Mit csináltak azzal a macskával? Szegénynek milyen szájszaga lehetett annak az iguánának, vagy mi volt? Ez pedig hát ő profi. Azt kell mondjam, profi. Mi van? Milyen csavar volt abba a dobásba? Figyelted ott a végén, hogy visszajött? Azt a betyárját. Hát igen, ez úgy nem volt semmi. Itt meg... Aha, bűvész trükköket látunk, ez igazából inkább zsonglőrség volt. És... igen, ismerem ezt a trükköt, azért nevettem, pedig fájdalmasnak tűnik nyilvánvalóan, de hát ez egy öreg trükk. Öreg? Te megfogtad a száraz jeget? Hát az úgy fájhatott bizony. Azt mondja, nem szabadna ezt megfogni? De egyen meg, Darius, nem tudja, mi történt. Aha, itt már nagy becserkészés következik, amikor a hím éppen meglátta a nőstényt, aki ott fekszik, elhagyatottan, éppen egy szombat reggel vette észre, biztosan egy pénteki buliból érkezett, be volt már dzsinázva, be van állva, teljesen másnapos, könnyű prédenet találta nekünk, nevezzük csak Lajosnak a Lion-t, aki mindjárt rá fogja majd magát vetni. Oroszlánról beszélünk egész pontosan, ami azt jelenti, hogy még 2 lépés fog megtenni, aztán ugrani fog, és ebből a gyerekek szerintem cenzúra lesz, mert amit itt ő nekünk le fog művelni, az nem lesz akármi. Na, ott van, és igazából csak megharapni akarta. Jól van. Pofont párbaj. Azt nézd meg. Azt a gyerekben volt egy kis agresszió. Valami azt fogja, hogy nem bírta a bátyját, mert olyan pofont vágott le neki. Cicus szegény. Ez egy TikToknak tűnik nekem. Ez hogy hívják? Ez ilyen éjszakai fogszabályzó cuccos? Vagy lehet, hogy hülyeséget mondok, de szerintem ez az. És, aha, és már nem megy bele. De miért erőlteti valaki, hogyha nem megy bele? Ezt meg nézni is rossz. És rá fog ragadni, nézd meg! Nem, oh my god, guys, it took the chip off my tooth! Mi van? Oh my god. Íh, szegény. nem akarok nevetni, de... Istenem, nem akarok nevetni, ez annyira szomorú, de nem ment rá, és kiderült, hogy az alsót akarta feltenni a felső fogsorára. Itt meg gyorsan legalább lehűtötte magát, de hogy hogyan került oda egy medence random az emberke mögé, az egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nézd meg, Lajos, ne hagyd magad, Lajos, ne hagyd magad, verd meg szegényt! Azt fél... Átalakulás történt, eljött nekünk Hulk, meg a Dragon Ballból bármelyik üvöltős főszereplő, és átváltozás után le is győzte a kis Zolikát. Meg, nem tudom, ki az, aki... Ó, darás kis kutyus, nézd meg, ott átkandikál. Oké, nem vagyok kutya szakértő, de szerintem nem volt ez egy túlságosan barátságos kutyus. És... azt figyeld, amikor végre upgrade-elsz iPhone-ra, és hát széttöröd a régit. Valószínűleg nem egy telefon lesz benne, hanem egy palacsinta, vagy valamilyen hülyeség. Ez egy prank volt, és a csaj pedig széttölt a telóját. Ez mi? Egy szájmaszk. Hát használd akkor egészséggel a régi telefonodat, pedig már hát buktad. Ez megint valamilyen TikToknak tűnik. Ez almalé lenne, vagy mennyire érdekes színe van egy almaléhez képest? Buborékot fog majd fújni, mi? Kameraállást egyébként. Azt mondom, hogy díjazom. Na nézzük, mire vagy képes. Jaj, ez fordítva, nem fújja, hanem szívja. Azt a rohadt, hogy egy belső keringető végigment rajta az a pia gyorsan, elindult itt körbe-körbe, aztán pedig visszaköpte.
Ez igen. Itt meg emberünk. Az a fej, nézd meg, csóró. Hát igen, azt hiszem megpiszkálta, amit nem kellett volna. Ez meg jól indul, főleg ott a tábortűz a semmi közepén, mert hogy miért is ne? Ja, értem! Tehát, hogy... Ó! Oh. A hátsó ember amúgy okosabb volt, az első az konkrétan a tűzbe ment bele ráadásul. Tehát nem tudom, mik ezek a pontosan tök jól elhelyezett hozzávalók, mint előbb az a medence, amivel persze beleesett az ember. Itt meg ez a tűz, amivel megint beleesett a másik emberke. Nézzek, hogy röhög. Hogy örül, hogy a bátyja megszívta. Ez ilyen kőpapír rullós? Ja, és akkor a vesztesnek bele kell fejelni abba, nem tudom mi az pontosan, valami biztos dolog lehet valószínűleg. Hát, ja, vicces, szórakoztató, meg minden. Mondjuk a kisgyerek egy kicsikét hiperaktív. Ó, és most meg neki kell! Én aztán nem fogom, rossz ez a játék, én kiszálltam gyerekek. Nézd meg! Hát én amúgy biztos beengemnám a fejét, hogy megtanulja ezt az életnek a leckéjét, hogy figyelj, nem érdemes másokat kinevetni, és bizony vannak következmények. Úgyhogy legalább ezt most megtanulta már ennyire fiatalon, és hát bömbölt egy nagyon szegény gyerek. Ez meg, hát igen, volt telefon, és telefon, de azt hiszem, mert benne volt az előző videóban is. Az a nevetés hozzá mondjuk, az mindent visz. Az igen, macska, az hogy felhúzta már magát? Az fia, egy jó kis home workoutokban. Meg Ronaldinho-t láthatjuk, amit éppen már úgy 20 világkört lenyomott, nézd meg, egy háromszoros tripla szaltót kérünk, és egy headshot a végére. Aha. Hogy lehet így kiesni abból? A gyerek már nem is tudja most, hogy segítsen az anyjának, vagy most mi van. Azt pedig beragadt oda, vagy mit csinálnak? Tehát, hogy valami nagyon komoly gerenda gyakorlatot mutat be nekünk éppen. Hát igen. Ez fájdalmasnak tűnt. Éppen mi ez, hogy mindenkinek is gekkó, meg mit tudom én, milyen állatok vannak ezek éppen. Ez pedig, aha. Na jó, fel, az meg segít neki. Ja! Jó! Most nem tudja átfogni, úgyhogy vagy le kell dobni az egyiket, vagy mindkettőt. Jó, a gyerek hogy megtrollkodta már? Ez ilyen 200 IQ play volt. Hát azt hiszem, a szél egy kicsikét túljárt az eszén, és egy kis koponyatörést következett ebből. Ó, picurkanek, hogy beleesett, nézd meg, most nem tudja, hogy most örüljön neki, vagy eljátsz, hogy nem történt semmi. De hát aztán kikezd meg. Milyen szomorú lett szegény. Tehát, hogy hajnal 2:30-kor kamera... hajnalban részegen akartak kamerát felszerelni, és hát rossz vége lett. Az el fog törni, mi? Túl sok ilyen videót láttam már, hogy igen, bizony, az eltört, jó kis csőtörés. Ott meg Tarzan, figyelj, Tarzan megindult, hát mi van, nem bírtok Tarzannal, nézd meg, hát annyi, figyelj, mindjárt átugrik a túlpartra. Vagy most már inkább lejönni akar? Jó kérdés, hogy mi a terv, de ez eddig tartott minden esetre. Az igen, unikorn is, meg a lovas. Szegény ló, hogy megijedt már. Ez mi? Wow! Én nem is láttam, hogy ilyen lézer sokkolós ütő kell legyen valakinél. Yo, that's crazy! Try it out! Mi ez, egy prank lesz, mi? Miért rávágott, miért csattant az arcán a mamája, vagy ki volt ez? Aha, ez eddig jól indul. Kísérlet fog valószínűleg, mindenki egyébként kamerázza, egy kicsit furán állom, nem engedték meg a telefonhoz a kémia órán. Valamit nagyon félre fog sikerülni, mert előre látom. Ez szerintem robbanni fog. Na most figyelj, 3-2-1 robbantás, mindenki a földre! Igen, egy valami piciket beletesz, egy lila üdítős színű valamibe. Igen. Aztán kajak felrobbant. Csak poénban mondtam, hogy biztos az lesz, aztán a végén tényleg igaz lett. Itt meg a macska fogja megkarmolni. Hogy bevadult már? Harapta szét az embernek a lábát. Ez mi volt? Ilyenkor mindenki megpróbál egy kicsikét lazának tűnni, hogy figyelj, nem történt semmi. Hát akkor majd elmúlik a kínos nézés. Még akkor... Ó! Hát kapott egy kalapot a fejére. De tükörrel együtt. ez az a nagyon-nagyon büdös halaskaja. Ez szerintem okádni fog. Biztos, hogy okádni fog az ember, amit kinyitja, majd figyeld meg, már csak a szagát, a megsekeljük kóstolja. Ja, még ki sem tudja nyitni? Hát addig örüljön, ameddig nincsen kinyitva, mert ez nagyon-nagyon büdös elvileg, sosem. Ló, a kis pice! Fú! Ezt képzeld el!
Jó, sosem szagoltam még ilyet, de biztos borzasztóan büdös lehet, és szana szénspiccelte a kocsiját. Felgyújtották a fejét konkrétan. Hát ég a haja az embernek. Egyik jobb, mint a másik, komolyan mondom, az összes ilyen instant megbánás, az egyszerűen annyira, az annyira relatable, hogy tényleg az ember ezeket átéri. Ez itt például most én voltam, amikor életemben először rántottát készítettem. Hát ő nem annyira kellemes, ja. Éj, bátyja, ezt nem kellett volna, ezt még én is tudom, hogy ezt nem szabad. De oké, elaludt. Jó. Hát igen, egy ilyen jó kis főzős műsor. De legalább kész lett a kaja. Az nem derült ki a végén, végül is megfőtte vagy megsült-e. De legalább a jó hangulat az megvan. Ennyi, nem is kell több. Mi volt az ötlet vajon? Itt inkább azt akarnám tudni, hogy mi volt az ötlet. Megtámadtam a férjemet, második felvonás. Hát erre aztán kíváncsi vagyok. Na lássuk, mit tanult a nénye. Ugye ez most egy ilyen önvédelem klaszt látott még a reggel is, most azt akarja letesztelni. Hogy ezt a hajtogatta csóró lányt? Ez most még egyszer. Ez azt hiszem gyors volt, tehát hogy a csaj az nem erre számított. Ez veszélyesnek tűnik, ez nagyon veszélyesnek tűnik. Izgulok, hogy nehogy saját maga felé tartsa a fegyvert. Igen. Hát igen, ez nem tartott ellen, és úgy kirepült a kezébe a gyerekek, hogy szerintem hátul kitört még vagy 20 lámpát, meg 50 üveget. Még ránézős amúgy gyakorlott embernek tűnt, vagy nem tudom, látszott, hogy azért úgy, nem tudom, hogy magabiztosabb lett volna, mint amit a végén láttunk. Ez szerintem para lesz, nem fog tudni a kis srác megállni, mert nyilván nincsen se jogsia, és nem hiszem még, hogy ilyennel mennál bárunk a targoncával. Figyelj, tippeljünk, hogy valami fog széttörni. Szerintem minden. Igen, beméri, szépen ráfordul. A sok Euro Truck Simulator most meghozza a hatását, meg a sok VR játék. Íííí, tesó! Szerintem itt nem azt akarták, hogy csinálja. Né, de aranyos, meg tudja simogatni a másik kutyát. Ez de jó már. Hoppá! Ő mondjuk nem igazán élvezte, az a két lábon tud járni, ilyet sem minden kutya tud csinálni. Na jó, hát srácok, ez lett akkor a mai videó. Mindenképpen csapj egy lájkot, ha élvezted, valamint csatlakozz a csapathoz, azaz iratkozz fel rám, illetve nyomd ezt a kis csengőt, kövess be engem Instán, stb. Tudjátok mindenhol. Viszont köszönjük, hogy voltatok velem mai srácok, legközelebb még találkozunk, ami vagy holnap lesz, vagy azután, addig is még, sziasztok!